Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Város Televízió Hírháttér című magazin műsorát látják. A Fejér megye 4-es számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltek egyetlen hölgytagja, Filus Györgyi. A szövetségben Együtt Magyarországért Nőpárt bemutatkozó sajtótájékoztatót tartott Dunaújvárosban is. Gyűlési képviselőjelöltet, akire már most nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Jó napot kívánok, Filus Györgyi vagyok, 40 éve lakom Dunaújvárosban, fodrászként dolgozom, két gyermeknek vagyok az édesanyja. A nők, akiknek elrabolták a gyermekeit, mozgalom tagjaként fő célkitűzésem volt kiállni a nők és gyermekek jogaiért. Mint az elnökasszony elmondta, egyetlen nőjelöltje vagyok a kerületnek, és azt szeretném elérni, hogy a parlament bejutásom esetén egy üde színfoltot jelentenék, és legfőbb célom ott is a gyermekek és a nők jogainak megvédése. Saját érintettségem kapcsán rengeteg olyan esettel találkoztam, ami a mai Magyarországon, a 21. században a törvényességi és a jogszabályi út be nem tartásából következett be. Ez a helyzet feltétlen és sürgető megoldás igényel, hiszen azzal, hogy a rémtetteket a szőnyeg alá söpörjük, valójában azt igazoljuk, hogy a legszörnyűbb kegyetlenségeket is meg lehet úszni, a bántalmazottnak pedig azt üzenik, hogy maradjanak csendben és tűrjék a megaláztatásokat. Ezen eljárások mindenkori áldozatai a gyermekeink, amely eljárásokat nagyon könnyen és hatékonyan meg lehetne szüntetni a gyermekek jogainak érvényesítésével. A jelenlegi szabályok eredménye az, hogy az anyák és a gyermekeik meghurcolva vannak a gyámhivatali eljárások által, rengeteg szakértői vizsgálat, pszichológiai vizsgálatok, különböző mediátori eljárások, és ez mind a gyermekeink rovására megy, és az ő kárukat okozza. Ezen mindenképpen lehetne változtatni, hogy az ő akaratukat teljesítik, az ő jogaikat teljesítik a hatóságok. Valamint döntenek úgy a gyermekeink felől, ami beleszólásuk nélkül történik. Amennyiben nem jön be a döntés, illetve nem jó döntést hoztak, akkor sem vonhatok felelősségre a gyermekeinkben okozott károkért. A gyermekek helyzete a családon belül az elszegényedéssel még inkább szomorú és tragikussá válik, ugyanis nem tudják finanszírozni a továbbtanulásukat. Így nagyon tehetséges, értelmes, okos gyerekek kallódnak el, és úgy gondolom, hogy itt is a nők munkához való segítése, illetve munkában való elhelyezkedése hozná a legfőbb megoldást. Megválasztásom esetén tehát rövidített eljárásokat, elhúzódó gyermekelhelyezési perek radikális lerövidítését, nők munkavállásának lehetőségét, elősegítését, és a gyermekek kiemelt továbbtanulási támogatását kívánom elősegíteni. Köszönöm a támogatóimnak, hogy segítették a munkámat, köszönöm a bizalmukat, és kérem, hogy továbbra is szavazzanak rám. Kizárólag a nőket és a gyermekeket érintő kérdésekkel foglalkoznak, vagy önöknek a család van a középpontban? Hogyha össze kellene foglalni a Szemnőpártnak a programját, akkor azt mondanám, hogy emberi jogok, nőjogok és gyermekjogok. És mint ahogy az országgyűlési képviselő jelölt asszony is ragyogóan elmondta, hogy mi a jövőre koncentrálunk, és a jövőt a gyerekek, tehát a gyerekek jelentik. Akár családban nőnek fel, akár egy szétszakított családban kell, hogy felnőjenek, mindenképpen az ő érdekeiket kell képviselni és védelmezni. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!